Ahogy Novák Katalin államtitkár is írta a Facebookon, rendhagyó, hogy nem egy sajtótájékoztatón, hanem a közösségi médiában mutatja be az új ifjúság politikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárt. Az én kérdésem az, hogy miért? Ezek a felvételek egy hónapja készültek Rácz Zsófiáról, amikor a TEDx Dunapart rendezvényen a fenntartható fejlődés és a család kapcsolatáról tartott előadást. A család az, ahol szükség van rád. Rácz Zsófia, 22 éves joghallgató, nemrég tért vissza Magyarországra Washingtonból, ahol fél évig volt ösztöndíjas. Egy évig Magyarország ifjúsági küldötte volt az Egyesült Nemzetek Szervezetében, de dolgozott a keresztény társadalmi hagyományok megőrzését kiemelt feladatának tartó alapjogokért központnál is. Végzettsége azonban nincs meg a helyettes államtitkári poszthoz, ezt a 24.hu írta meg először. Az emmi ezért úgy módosítaná a törvényt, hogy a hallgatói jogviszony is elegendő legyen. A Momentumnál azt mondják, ők támogatják a fiatalok részvételét a politikában, de nem ilyen áron. Ez megint csak azt üzeni a fiataloknak, hogy nem, az, nem a szorgalom, nem a teljesítmény számít, hanem a politikai kapcsolatok az ilyen kinevezésekkor. A kormánypártokat már többször vádolta öncélú jogszabálymódosítással az ellenzék. 2014-ben, amikor doktori cím nélkül is egyetemi rektor lehetett Mocsai Lajos, egykori kézilabda szövetségi kapitány, vagy 2010-ben, amikor úgy módosították az alkotmányt, hogy a korábban katonaként szolgáló Borkai Zsolt három évvel a leszerelése után már indulhatott a polgármester Kocsis Máté akkor azt mondta, nem Borkai miatt változott a jogszabály. Aki egyébként valóban köztiszteletben álló személy is. Szerintem az ország bármely táján, akár csak a múltját tekintetbe véve. Rácz Zsófia kinevezésével kapcsolatban kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, de adásunkig nem válaszoltak.